Május 13-án a hagyományoknak megfelelően Putnokon szervezték meg a 11. Nemzetközi Gömöri Vadásznapot, mely széles programkínálatával várta a vadászat iránt érdeklődő civileket, valamint a vadászatot hivatásként űző szakmabelieket is. Nem csak a természet ébred, de megkezdődött egy új vadászévad is, és ezzel megkezdődött egy új távlatokat nyitó 20 éves vadgazdálkodási ciklus is. A vadászterületek újra szabályozása sorsfordító időszakot jelent a vadásztársadalom számára. Bizton állíthatom, hogy minden vadász továbbra is kész arra, hogy újra és újra eleget tegyen nemes hivatásának, az ember és a természet egységének megteremtésében. Azt gondolom, hogy a Földművelésügyi Minisztérium előkészítésében és az országgyűlés által elfogadott vadászati törvényben megjelenik a tájegységi vadgazdálkodási szemlélet, amely valóban a vadállomány határok ismeretének hiányára utal, illetve arra, hogy az egy jogosultat meghaladó vadászati kérdésekben tájegységek szintjén, nagyobb egységek szintjén tudjunk gondolkozni. Azt gondolom, hogy ehhez hasonlóan a vadászati kultúra, a vadászbarátságok sem ismerik a határokat, erre is bizonyíték itt a Putnokon megrendezett 11. Nemzetközi Vadásznap, melyben szlovák és magyar barátainkkal, vadászbarátainkkal ünnepelhettünk közösen ezen a szép májusi napon. Tényleg igaz az, hogy a szlovák barátok és mi is, vadászbarátok és mi is, akkor is, ha lehetett, meg akkor is, ha nem nagyon tűrte a politika, mi együtt voltunk, együtt találkoztunk és együtt barátkoztunk, akár vadásztunk is. Nagyon régtől mondjuk, hogy a vad nem ismeri a határokat, a vad ott megy, ahol neki az élelem van, véletlenül megkeresi, mi pedig ezeket a határokat, ha vannak, akkor igyekszünk lebontani. Nem titok, hogy mi a határon átnyúló kapcsolatokat is ápoljuk, főleg a szlovák társaságokkal, de itt megtalálhatók a lengyelek, a szlovákok, a csehek, sőt a franciák is. Ha körbenézünk, rengeteg fiatalt látunk. Fiataloknak külön műsorokat, programokat, elfoglaltságokat biztosítunk. Nagyon sok gyereket látunk itt a térségben, hiszen ez a vadásztársadalmunknak a célja, hogy közelebb hozzuk a lakosságot, a civil lakosságot a vadászokhoz, és egy kicsit úgy mondjam, elmossuk vagy eltörüljük ezt a vadász ellenséget, amit az elmúlt évtizedekben kialakítottak. Nagyon kevés vadásztársaság, vagy nagyon kevés terület mutathat be ilyen vadászati kiállítást és ilyen adottságokat, ami tulajdonképpen mi rendelkezünk. Én azt hiszem, hogy itt főleg az, hogy nagyon szoros kapcsolat fűződik a határon átnyúló vadásztársakhoz is, vadásztársulatokhoz. Ez is egy összefogó kapocs lehet annak, hogy együtt mutatkozzunk be ezen a Magyar Vadásznapon. Apáink, nagyapáink olyan vadállományt hagytak ránk itt Borsod megyébe, de gyakorlatilag egész Magyarországon, hogy példát, és ezzel példát is mutattak, hogy ezeket nekünk tovább kell vinni, meg kell őrizni. És azért, amikor mi arról beszélünk, hogy a vadászattal sok feladat adódik és sok munka van, akkor ezekre gondolunk, hogy ezt a vadállományt meg tudjuk tartani, gyerekeinknek, unokáinknak tovább tudjuk adni. A vadásszá válás sokak szemében úgy is tűnhet, nem egy pillanatnyi elhatározás, nem egy hóbort, de nem is egy külső ösztönzés, sokkal inkább belső vágyakozás a természet, a vadállatok megismerése iránt. Tiszteld és ápold a vadászati hagyományokat, hozd meg az élményeid barátaiddal, és amit megtapasztaltál, azt add át az utódoknak. Üdv a vadásznak, tisztelet a vadnak! Ma a hagyományainknak, a szokásainknak megfelelően hivatalosan is vadásszá fogadlak benneteket az Országos Magyar Vadászkamara Területi Szervezetének elnökeként. Erre a mai napra pedig úgy emlékezzetek, mint a vadásszá válás kedves és kicsit ünnepi állomására. Egy óriási pátosz, egy kellemes érzés, egy szorongás nekem is. Látom az ő szemüket, belenézek, amikor pár percig szólok hozzájuk.
és főleg amikor a várukra helyezem a tört, és meglepődnek a szemükbe, van akinek már riadalmat látok, van akiben egészséges vágyakozást látok, szép élmény. Tehát én emlékszem az enyémre is, nem ilyen feltételek, ilyen körülmények között avattak, hanem a jó apám egy kemény bottal, de az is a vadászavatásnak egy komoly tradíciója volt. Egyre több olyan egyén, laikus, nevezzük laikusnak, vagy vadászat iránt érdeklődő személy ismerkedik meg a vadászattal, vadgazdálkodással, amely arra predesztinálja, arra ösztönzi az embereket, hogy minél inkább a vadászathoz közel kerüljenek, adott esetben vadászvizsgát tegyenek. Én időnként beszélgetek az érdekképviseleti szervekkel, akik ugye országos szinten összefogják a megyei vadászvizsgáknak a rendszerét. Én azt tapasztaltam az ő velük folytatott beszélgetések alkalmával, hogy bizony fiatal emberek, nagyon sok fiatal ember érdeklődik a vadászat iránt, melyben az érdekképviseletnek is, és azt gondolom, hogy a vadászat egyéb szakmai szervezeteinek is, a médiának is óriási jelentősége van. Azt kell mondani, hogy egy ilyen vadászrendezvényt megszervezni, ez nem egy embernek se a dolga, se a felelőssége. Itt egy igazán jó csapat van, összedolgozunk, nagyjából mindenki tudja, mi a feladata, és azokat el is végzi. Ha vannak fennakadások, akkor ezek csak kommunikációs zavarok. Nemzetközi vadásznapról lévén szól, a közönség is nemzetközi. Szlovák barátaink érdekes ételeket főznek a sátrakban, a vendégek érdeklődve nézik a magyar trófeákat, illetve a szlovák trófeákat is, hiszen a szlovák barátaink is hoztak trófeákat. Én alapvetően azt gondolom, hogy a rendezvény helyszíne alkalmas lehet egy regionális, vagy akár országos méretű vadásznapnak, rendezvénynek a lebonyolítására. Azt gondolom, hogy a szervezeti tagolódás, az emberek hozzáállása teljes mértékben adott, úgyhogy ehhez én sok sikert kívánok a térség lakosainak, és nagy szeretettel köszönjük a vendéglátást és meghívást. Érzem azokat a lehetőséget, azt a szeretetet, azt a barátságot, ami tükröződik a vadászokba folyamatosan, és most, amikor ebbe a korba kerültem, akkor pedig mindent megteszek azért, hogy ezt majd megérezhessék az utódok is, és a civileknek ezt szeretnénk elmondani, hogy a vadászat lényege nem magának a vadnak az elejtése, hanem, ahogy én szoktam mondani, meg mások is, az az út, ami oda vezet.